Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. Ez már a Start Plus, és elsőként könyvről, könyvekről fogunk beszélgetni, nem függetlenül attól, hogy holnap nyílik a könyvhét. Egyébként a Hazám című esszégyűjtemény pedig 14 magyar értelmiségi vallomását tartalmazza a hazáról. Kocsis András Sándor kiadó vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Mi volt a kiinduló pontja ennek a kötetnek? Hogy jött létre? Hát amikor kollégáimmal megfogalmaztuk ezt az ötletet, azon gondolkoztunk, hogy a haza, hazám, patriotizmus, nemzetfogalom az elmúlt időszakban ugye forró témaként, ha használtam ezt a kifejezést, élt közöttünk. De az, hogy hazám, mi azt gondoljuk, hiszen alapítottuk a Hazám díjat a 21. század társasággal, egy nagyon bensőséges, nagyon belülről jövő érzés, érzet, és ezt reméljük és reméltük, hogy ez keresztül metszi a politikát. Megkerestük 20 kiváló értelmiségit, kiváló embert, és elvállalták 14-en, és így született meg a kötet. Először arra gondoltunk... Bocsánat, csak majd megakasztom, csak hogy 20 emberből ezek szerint 6-an nem vállalták ezt a témát? De ez egy, nem a témáról volt feltétlenül szó, van, aki rettenetesen benne van egy nagy regényben, van, aki nincs itthon, tehát semmifajta elutasítás nem volt, hanem sajnálta, azt mondták, hogy ne ragudjunk, de sajnos erre most nincs idő. Tehát olyan kiválóságok vállalták el, mint Markó Béla, Végen László határon túlról, Heller Ágnes, Parti Nagy Lajos, Varnus Szavér, Solymosi Frigyes, Parti Nagy Lajos. Tehát próbáltunk egy viszonylag széles spektrumot is megfogalmazni, hogy kinek mit jelent ez a fogalom. És valóban van, aki egy-két oldalt írt, és van, aki írt egy nagyon nagy esszét. Egészen megrázó és megdöbbentő vallomások vannak. Mi a keret? A keret a József Attila szonetciklusa, a Hazám szonetciklus, ugye 7 szonetből áll, és a vége egy Kemény István vers, egy elég drámai Kemény István vers, és ez a két vers öleli körbe, közre veszi ezeket a nagyon izgalmas esszéket. Először azt gondoltuk, hogy az ünnepi könyvhétre egy nagyon decens, visszafogott, kellemes, fekete-fehér, egy színes paperbackbe adjuk ki. De ahogy olvastuk az anyagokat, azt mondtuk, hogy ezt meg kell emelnünk. Tehát ebből csináltunk egy, ha úgy tetszik, egy ilyen album kategóriát, de nincsenek arcok, hangulatok vannak. Igen, itt meg is tudjuk mutatni az egyiket, most pont ugye említette Heller Ágnest, mint szerzőt, pont annál az oldalnál van nyitva a könyv, ahol az ő írása kezdődik. És itt egy, hát egy tájképet látunk felülnézetből, valószínűleg egy repülőgépről van fényképezve. Hogy kötődik ez a kép a konkrét íráshoz, meg az összes többi, mert csupa ilyen hangulatkép van, tájak elsősorban. Így van. Így van, elsősorban tájak, egyetlen egy, igen, ez egy éppen a balatonlégi felvétel, egyetlen egy nem táj van, ha úgy tetszik. Ez a Sárospataki könyvtár, hisz Czeisel Endre írása nagyon erősen kötődik egy könyvtár hangulathoz. Tulajdonképpen a szerkesztőkkel abban állapodtunk meg, hogy az adott íráshoz valamilyen hangulatot szeretnénk prezentálni, direkt kapcsolatot nem szeretnénk, pont a direkt kötéseket vettük ki. Azt mondta az előbb, hogy megdöbbentő írások születtek, tehát hogy meglepetések érték önöket is, hogy kinek milyen viszonya van a hazához, mint olyanhoz. De tudná erre példát mondani, hogy mi az, ami döbbenetes? Nagyon érdekes, hogy többen nagyon sokat éltek külföldön, vagy a mai napig is. Nagyon figyelemre méltó Markó Béla írása, aki ugye Marosvásárhelyett él, végtelen magyar identitással, és nagyon érdekes kontextusban írja meg az anyagát, vagy Végen László. Végen László is egészen kiváló, hisz jól tudjuk, hogy ő Vajdaságban él. Heller Ágnes nagyon sokat élt külföldön, kinek mit jelent. De azért azt el kell mondanom, hogy sajnos általában van egy picit keserű felhangja. Mindenkinek van egy nagyon-nagyon erős emócióval telített viszonya hazához, Magyarországhoz. De bizony megjelenik a keserűség, némi csalódottság is. Nem feltétlenül ez az, ami nagyon jellemzi, de ez egy picit kitűnt nekem az anyagokból. Mindenkinél? Nem feltétlenül, például nagyon érdekes Solymosi Frigyes anyaga is, aki egy picit más hangütésben közelítette ezt meg. Inkább ez az elmúlt 25 év lenyomata azt talán látszik. Tehát annak a frusztrált, anómiával telített időszaknak a végeredménye, amit most élünk, azok az abszolút rányomja a hangulatát az írásokra. Hangulat viszont nagyon jó lesz, gondolom, holnaptól, mert a 86. Igen. ünnepi könyvhét kezdődik. Gondolom, a Kossuth kiadó is sok kiadványan vesz részt Igen. ezen az ünnepen. Milyenek? A kiadói csoportunk, ugye 5 kiadó van a csoportban, összesen 20 kiadványunk van, csak úgy villanásszerűen néhány cím, tradicionálisan kiadjuk pont a hazámhoz kötődően az értékteremtőket.
hisz Hét hazám díjasról mindig elkészül egy interjú kötet, itt László Ági készítette az interjúkat, kollégánk. Ez minden évben az ünnepi könyvhétre jelenik meg, de említhetném, hogy kicsit nyissuk szét a palettát. Juhász Ferenc, hát a fantasztikus, zseniális költő, a Végtelen tükre, ez az elmúlt 8-10 évnek a versprózáit foglaltok egy kötetben, fantasztikus élmény, de Cseperi Györgynek a szervezkedő ember, a szervezeti élet szociálpszichológiája, az is egy kiváló kötet. Nagy meglepetés lesz Bornai Tibor. Bornai Tibor a kiváló zenész, mint jól tudjuk, megírta, és remekül ír, megírta a Bornai sejtést. Egy kvantumfizikáról értekezik, a végtelen fogalmáról, ugye mindenkit elkapott kisgyerekkorától kezdve a téridő, a végtelen fogalma, az ennek az értelmezése. Ő egy egészen sajátos megközelítés, nagyon-nagyon-nagyon izgalmas írás, ez is természetesen ünnepik. Nagyon gazdag lesz a gyermekkönyvkínálatunk is, de a Norannál említhetném Horváth Péternek az Öl, egy egészen kiváló kötet, vagy Sára Júliát. Sára Júlia tavaly jelentkezett először a Mamikóval a magyar könyvpiacon, és most a második kötete jelenik meg, hihetetlen izgalmas. De ugyanakkor mondhatnám, óriási sikerrel mutattuk be, tegnap volt a könyv bemutatója Szunyog Szabolcsnak, a Jákob csillaga, és még hát sorolhatnám tovább, nem fog beleférni. Gondolom a könyvét egyik specialitás, hogy itt találkozni is lehet majd a szerzőkkel, vagy a szerzők egy része nyilván dedikál. Csak a mi kiadói csoportunknál több mint 40 dedikálás lesz, de mindenkit nagyon sok szeretettel invitálok. Csütörtökön nyitjuk, 4 órakor Sárközi Mátyás fogja megnyitni a Vörösmarty téren, és egészen hétfőig egy egészen fantasztikus programsorozat lesz. Különösen felhívom a figyelmet szombatra, hisz tradicionálisan szombattól lesz a könyvek éjszakája, tehát minden pavilon éjfélig lesz nyitva, és az egész Vörösmarty tér egy hatalmas könyves kavalkát, zene, kellemes ételek, finom borok. Most már csak jó időre van szükség, ami valószínűleg meg lesz, és akkor a hangulat biztosított. Nagyon köszönöm, hogy én is nagyon szépen köszönöm.